Idén a pandémia ellenére is többen úgy döntöttek, hogy a húsvéti kalácsot a pékségből rendelték meg. Ebben a karcagi pékségben folyamatosan sütötték a kenyeret húsvétra, de nem csak erre volt kereslet, mondta televízióknak Lacik Dénesné. Szerencsére függetlenül attól, hogy azért járvány van, és nem igazán számítottunk arra, hogy nagyon nagy érdeklődés lesz, mégiscsak mindenki készül a húsvétra. Hát az, hogy jóval több kenyeret sütünk, ez egyértelmű. A zsúrkenyér rendelésünk ugyanúgy megvan, mint a korábbi években, és hát a kalácsféle az, ami ilyenkor húsvétkor nagyon aktuális és nagyon szeretik. Illetve egész évben sütögetjük mi a habralót, most húsvétre nagyon sokat rendeltek belőle. A finom fonott kalács ugye az egész évben van, fonott kalácsok, van az ünnepi kalács, aminek ilyen 5-600 forint darabja, diós, mákos, tekercset, kelt kalácsot sütünk ilyenkor nagyon nagy mennyiségben, annak 1600-1700 forint kilója, és ilyenkor aktuális a sós kalács is, mert nyilvánvaló, hogy a sonkához azért valamivel jobban passzol a sós kalács, mint az édes. Igen, elkészült az ünnepi kalács, lehet érte jönni. A házi asszonyoknak is egyszerűbb megrendelni, hiszen házias ízekkel várják a vásárlókat. Elég sok időt vesz igénybe, és sokkal kényelmesebb. Ilyenkor azért mindenki a tavaszi nagy takarításra koncentrál inkább, és egyszerűbb, hogyha megveszik készen, mint hogyha itt órahosszákat tölt el kalácsütéssel. A kalácsára tükrözi a belefektetett energiát, sőt finom is, fogalmazott Lacik Dénesné. Forgatásunk alatt is többen jöttek vásárolni a pékségboltjába.